Magyarország kormánya több olyan pályázati lehetőséget is elérhetővé tett az elmúlt években, amelyek legfőképpen a civil szervezeteken keresztül támogatják a családokat. Az egyik az a diabétesszel foglalkozó civil szervezeteket segíti. Ez 100 millió forintos keretösszegű pályázat volt, itt 24 olyan civil szervezet kért támogatást, amelyek egyes típusú diabéteszel élő gyermekekkel foglalkoznak. Közülük 16-ot tudtunk támogatni, összesen 100 millió forint értékben. Ez a tavalyi évvel együtt már összességében 200 millió forintos támogatást jelent ezeknek a civileknek. Egy másik ilyen lehetőség a gyermekdiabéteszcentrumok centrumok fejlesztését szolgálja. Egy fél milliárdos keretnek köszönhetően 21 központ pályázott és nyert el támogatást. Tavaly és idén összesen már 1 milliárd forinttal segítették az ilyen centrumokat. Következő pályázatként egy kulturális lehetőség lehetőségről is szótejtett a miniszter. Itt kis települések igényelhettek támogatást ahhoz, hogy rendezvényeket szervezenek helyben. Itt elsősorban falunapokra, kulturális rendezvényekre kell gondolni. Itt 2800-nál is több település igényelt, általában 1 millió forintos támogatást, tehát összességében 2,8 milliárd forinttal tudtuk támogatni a kis településeket abban, hogy a közösség ismét együtt lehessen. Novák Katalin elmondta, már 11. alkalommal segítenek családbarát munkahelyeket annak érdekében, hogy azok a jövőben is törekedjenek erre a szemléletmódra. Közöttük idén 80 millió forintot osztottak szét.